Jó tanács a gyógyszerét kiváltó hölgynek a nyíregyházi Aranykereszt patikában. Most még receptlapul a medicina alatt, ám hamarosan felváltja ezeket az úgynevezett e-recept. Ez egy elektronikus recept, ugye? Tehát nem papír alapú vény lesz, hanem az orvos egy elektronikus térbe fogja felküldeni ezt a receptet, és a gyógyszertárak a tajszám alapján tudják lekérni a felírt recepteket, és ez alapján fogják akkor megbeszélni a beteggel vagy a gyógyszert kiváltóval, hogy hogyan történik, mennyit akar belőle kiváltani, mennyi esetleg, ami még ott marad. Úgy gondolom, hogy amíg érvényes a mai papír alapú vény, tehát 3 hónap, az valószínűleg ebbe a szolgáltatási térben, vagy az e-recept is addig érvényes lesz. Az e-recept csak egy eleme lesz az úgynevezett elektronikus egészségügyi szolgáltató térnek, amely az idei év második felétől már működik majd, ám kötelezően csak jövő év januárjától kell csatlakozni ehhez minden egészségügyi szolgáltatónak. A rendszer lényege, hogy a betegek orvosi dokumentumai, leletek, röntgenfelvételek, gyógyszerek, zárójelentések, ha a paciens hozzájárul, akkor bárhol, bármikor elérhetőek a kezelőorvosok számára, és mindenki lekérdezheti saját beteg dokumentációit egy ügyfélkapun keresztül. Mindenről a Patikanap megnyitóján tájékoztatta szerkesztőségünket a megyei gyógyszerészkamara elnöke. Minden év júniusának első szerdája ünnepnap a gyógyszertárakban, így volt ez ma is. Az idei patikanap témája a házi patika felülvizsgálata volt, mivel sokan indokolatlanul halmoznak fel otthon gyógyszereket, pedig a lejárt medicinák használata inkább káros, mint egészséges. A mi véleményünk az, hogy csak azt a gyógyszert vegye meg az ember, amire feltétlenül szüksége van otthon, ne tárolja, csak ameddig muszáj, és mindig adott időben vegye meg a megfelelő gyógyszereket. Vérnyomás, vércukor és koleszterin szintmérés. A Patika napon ingyenes szűrővizsgálatokon is részt vehettek az érdeklődők. Szabó István, a megyei közgyűlés alelnöke szerint a gyógyszerészeknek fontos szerepük van a lakosság egészségének megőrzésében. Azt gondolom, hogy a gyógyszerészet egy nagyon fontos társtudománya a gyógyító tudományoknak. Az orvos és a gyógyszerész tevékenysége együttesen tudja kiváltani azt a hatást, hogy a gyógyulni vágyó vagy a betegség megelőzésben betegség megelőzésnek fontos szerepet tulajdonító emberek sikerrel gyógyuljanak, illetve egészségüket megőrizhessék. Az utóbbi hónapokban jelent meg a hír, amely szerint patikusok támogatott gyógyszereket juttattak ki külföldre. Ezzel kapcsolatban a megyei gyógyszerész kamara elnöke kérdésünkre azt mondta, a vizsgálat még tart, de azt már lehet tudni, hogy mindössze 4-5 patika lehet érintett az országban. Tari János a megyében nem tud ilyen ügyről.